Köszöntelek benneteket! Köszöntelek benneteket sok szeretettel az Úr Jézus nevében. Mikor készültem erre a mai délelőtti szolgálatra, Isten ezt az üzenetet adta. Veletek vagyok minden nap. Veletek vagyok minden nap. Hangsúlyozom, nem azért készültem ezzel az igével, mert az új év utolsó vasárnapja van, hanem azért, mert Isten ezt helyezte a szívembe. Aztán nem csupán ezt az egyetlen egy verset, amivel befejeződik a Máté evangélium. Mert ezzel fejeződik be. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ott van a kérdés, ott lehet a szívedben, az elmédben és a gondolataidban. Mennyire valósul ez meg az én életemben? Lehet, hogy hűségesen olvasod, tanulmányozod a Bibliát, jársz gyülekezetbe, eltelt már évtizedek, évek sokassága, és Isten ma ezt az igét meg akarja erősíteni a szívedbe. Szeretném, hogyha Isten drága szelleme munkálkodna ma itt, és ezért most imádkozom. Uram, elég jövünk, mert szükségünk van rád, mert nálad nélkül semmit sem tudunk tenni. Drága Jézus, azt mondtad, amikor itt jártál, hogy elküldöd a pártfogót, a vigasztalót, az igazság szellemét, aki elvezet a teljes igazságra, aki azokat mondja, amiket tőled hall, sőt az eljövendő dolgokat is kijelenti, aki meggyőz a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Drága Szentlélek, Isten, könyörgöm, hogy érints meg bennünket. Olyan sokszor láttam már az eddigi szolgálatom során, hogy mennyire kevés az, amikor hangzik egy üzenet, de amikor ez hittel párosul, amikor ott van Isten drága szelleme, megelevítő jelenléte, és meggyőz az életed dolgairól, amikor rá eszmélsz, és beismered, hogy szükségem van rád, akkor elindul az a változás, elindul az, amit te akarsz valamennyiük életében. És köszönöm, hogy ma ezt az üzenetet adott és jelentett ki nekünk. Veled vagyok minden nap a világ végezetéig. Amen. Az első dolog, amit szeretnék ebben az ige szakaszban és ebben a versben, ami ki van ide írva, veletek vagyok, nem egy egyedüli kijelentés. Nem csupán nekem személyesen szól, nem csupán neked személyesen szól, mindnyájunknak szól. Szóval szeretném, ha odafordulnál a melletted lévőhöz, és azt mondanád, Istennek van egy jó üzenete számunkra. Velünk van az Úr. Velünk van az Úr. Hogy kezdődik a Máté evangéliuma? Immanuel. Velünk az Isten. Veled... Itt vagytok? Na, szóval fordulj már, merj oda fordulni, vagy fáj a gyakorlat, ó, Uram, gyógyíts meg! Tehát, hogy valahogy nem értem. Van egy szokásunk, vannak hagyományaink, na, még egy kicsit ott hátrébb is. Bátorodjon a szíved! Tudod, azt szeretném, hogyha nem csak egy megszokása lenne ez az Isten tisztelet számodra, és nem csak ez, hanem minden egyes Isten tisztelet. Beülök, gyújj, pssst, ne nyújj hozzá az a ceruzához, jól fogd azt a maci, ki ne esd a kezedből, és a többi. Mert vannak ám dolgok, amik hogy berögzültek. Nem, leesett a maci. Semmi baj nem lesz. Tehát, hogy bátorodjon a szíved. Ez az első dolog. Istennek egy olyan üzenete van ma számunkra, ami minden emberre szól. Minden embernek szól. Neked is. Nincs kivétel. Szóval, amin ma átmegyünk, és hogyha valami nem működik az életedben, akkor nem Istennél van a hiba, hanem a te életedben. Van néhány olyan dolog, ami itt a 20. verset megelőzi, hogy meg kellene ezeket vizsgálni, és szeretném, hogyha együtt vizsgálnánk meg ezeket az igéket, és azt a néhány gondolatot, ami ott van a 16. verstől a 20. versig, hogy átéld, hogy megtapasztald, hogy igen, velünk van az Úr. Velünk van az Úr. Dicsőség érte.
Én egy kicsit másképp szoktam néha kivetíteni az igéket, nem csupán úgy, ahogy ott van, hanem egy kicsit úgy értelmezve. Az ige testvére. Ki az ige? Hát Jézus. Jézus Krisztus az ige. Igen, kezdetben volt az ige, mondja János Evangélium a első része, és az ige volt az igazi világosság, és eljött ebbe a világba, és megvilágít minden embert. De egy kívülállónak, akikkel beszélünk, vagy akik között élünk, és úgy gondolom, hogy sokkal többen vannak körülöttünk olyanok a hétköznapi élet során, akik nem ismerik még ezt a világosságot, az igét. Az ige. Hogy jön az ige? Hogy tud eljönni az ige? Hónod alá csapod? A Bibliádot is jön az ige? Jézus az ige. Jézus Krisztus van a kegyelem és az igazság teljességgel, akik emberré lett és közöttünk élt. És ma is itt van az ő drága szent lelke által. Mert azt mondta, veletek vagyok minden napon a világ végzetéig. Isten áldjon meg és tegyen készé bennünket. Nagyon érdekes, amikor ez elhangzik. Ott a Máté Evangélium azt mondja, hogy Jézus, amikor beszél, hogy ki is ő valójában, 3 éven keresztül nyilvánosan szolgált Jézus a tanítványai között, és közben pedig készül a mennybe menni. És elhangzik ez a mondat, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De látták ezek az emberek, hogy egyre följebb emelkedik, és megy a mennybe. Hogy is mond ez? Máté Evangélium a fantasztikus. Az előbb említettem az első rész 23. vers. Immanuel, velünk az Isten. Egy keretbe van foglalva Máté Evangéliuma. Ezzel kezdődik, és ezzel fejeződik be. Mert Máté 28-ban az ige erről szól. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ha van Bibliád, akkor nyisd ki. A 16. versről szeretném olvasni a 20. versig. Tehát Máté Evangéliumából a 28. részből a 16. verstől olvasom. Én az újfordítású Bibliát használom most jelenleg, de bátorítalak benneteket, hogy minél több bibliafordítást vegyetek kezetekbe, és használjátok, olvassátok és tanulmányozzátok, mert fontos az ige. Tehát olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, Jézust, leborultak előtte, pedig kétséget fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Így teljes ez az üzenet. Hogy miközben vársz arra, és talán odafordultál, vagy éppen úgy kicsit olyan nem fordult úgy a nyakad, vagy bárhogy is történt, de Isten igéje erről szól. És ezt szeretném ma a szívedbe helyezni, a 16. verstől néhány dolgot szeretnék megemlíteni, mert megérintett Isten igéje. Nekem szükségem van erre, hogy velem legyen minden nap a világ végezetéig. Mert nála nélkül semmit sem tudok tenni, és te sem tudsz semmit tenni. És bátorítalak arra, hogy megtapasztald és átéld. Feltetted már ezt a kérdést? Miért nem érzem az Úr jelenlétét? Mi van ez? Hogy van ez? Hogy is kell ezt átélni és hogy kell megtapasztalni? Ugye a kis kép is segít bennünket felidézni azt az éneket, hogy nem láthatja bár a földi szem. És az összes többi. Hány és hány kinek szöveg, vers, beszél el. Jézus se látták egy idő után, ezt feltétlenül. De egy kettősségre hívlak. Egyik oldalt arról szeretnék bizonyságot tenni, amikor vannak olyan helyzetek és alkalmak, amikor a jelenléte tűz és ott van. Gondoljatok csak arra, amikor ez a 12 éve vérfolyás asszony azt mondta, csak hittel megérintem Jézus ruhája szegélyét. És megérintette. És mi történt? Erő jött ki Jézusból, és érezte ez az asszony abban a pillanatban. Abban a pillanatban érezte, hogy kigyógyult a bajából. Nem beképzelte,
nem végig gondolta csupán, hanem amikor megérintette Jézus ruhájának szegélyét, azonnal egy olyan tűz, egy olyan erő áradt ki Jézusból, amit átélt a saját fizikai testébe. És ez az, amit szeretnék a 34. Zsoltárból a szívedre helyezni. Mert a 34. Zsoltár 8. verse ezt mondja: érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog ember az, aki hozzá menekül. Megnéztem ennek a két szónak, az érezzétek és lássátoknak a héberben, hogy milyen szó van az eredeti héber Bibliában. Megnéztem a szótárt, és döbbenetes volt. Ez a szó, ami itt van, amit magyarra illet visszaadva, hogy érezzétek, megízlel, felfog, érzékel, tapasztal. Szóval, mennyit fogtál már fel belőle? Ez olyan, mint az evés, amikor van egy hatalmas terített asztal, és rengeteg finomabbnál finomabb étel. Hú, melyikből legyek? Mit csinálsz? Nem fogod az elsőt, ezt benyomod amennyi csak fér belét, mert utána a többire nincs lehetősége. Hanem csak egy pici. Megízleled. De jó volt. Jön a köt. Ez még jobb. Aztán ahogy még tovább, ha jó irányba haladtál, a legjobb lesz utoljára. És azt mondod, ebből kérek. Szóval sok mindent ízlelhetünk ma ebben a világban. Csak a kérdés az, hogy neked milyen ízlés kicamod van. Mi az, ami ízlik neked, és mi az, ami nem? Azt mondta Isten, hallgassatok csak rá. Jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám! Jöjjetek én hozzám! És azt mondja ez a Zsoltár vers, a 34. Zsoltár 8. verse, hogy ízleld meg. Mit is jelent ez? Amikor megnyitod a szívedet, és azt mondod, Uram, itt vagyok, szükségem van rád. Fogadd meg életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. És tudod, mi fog történni? Fantasztikus! Azt fogod átélni, ami Dávid is átélt. Amíg hallgattam, megavultak a csontjaim. Rám nehezedett a kezed. Egyáltalán nem is a keze nehezedett rá. Amikor megvallottam vétkemet, te elvetted rólam bűnei terhét. Szóval amikor jössz Istenhez, az élő Úrhoz, aki tulajdonfiát nem kimérte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Szóval kész vagy bejönni ebbe a lépésbe? Kész vagy ezt megtenni? Kész vagy ízlelni? Azt fogod tapasztalni, hogy semmi nem fogható ehhez. Semmi. Senki és semmi. Ha egyébként is mondja Isten, de annyira nehezen fogjuk fel, nincsünk rajtam kívül más szabadító. Nincs más Isten, aki kihoz a szolgasság házából. Nincs más. Szóval nem haragszik Isten, amikor csak egy picit ízlelsz belőle. Mert úgy is fogod érezni, hogy semmi nem fogható ő hozzá. Semmi. A másik szó, hogy lássátok, az is egy nagyon döbbenetes héber kifejezés. Nem csupán annyi, hogy látom, hogy jó az Úr, hanem nézegetem, szemlélek. Oda-oda pillantok. Karácsony elmúlt. Sok nézelődésnek vége. Nekem nem kellett sokat nézelődnöm. Megoldottam könnyebben, egyszerűbben a feleségemmel együtt. Odaadtuk. Nézelődjenek ők, a fiatalok. Én már nem akarok ilyesmit nézelődni. Vegyék azt, amit akar. De annyi mindent mielőtt vennénk, hát ezt meg kellene nézni. Még jó, hogy fogok. Na, kérdés az. Isten nem haragszik azért, hogy te csak így szemléled erről is egy kicsit, arról is egy kicsit, mint ahogy vásárolsz. Megérinted egy kicsit. És ezt mondja nekem ma. És ezt mondom neked ma.
Szóval ízeld meg. És nézd meg. Nézd elő. Elmény is, arra is. Meg fogod látni. Meg fogod érezni. Meg fogod tapasztalni, hogy Isten az Úr. És nincs rajta kívül senki más. A másik ige a Korintusi második levél 4. részében található, a 18-as versben, amikor annyira döbbenetes az, ahogy kifejezi Pál azt, hogy milyen is a fizikai ember. A láthatókra nézünk, miközben azok ideig és óráig vannak. Mennyivel inkább a láthatatlanokra kellene tekinteni, amelyek örökké vannak. És ahogy később még olvassuk itt az 5. részben, a 2. Korintusi levél 5. részében, a 7. vers azt mondja, hogy hitben járunk és nem látásban. Ezt az egészséges utat, hogy miközben átélheted, és át kell, hogy éled, mert ízlelni kell, érezzétek. Figyelj oda, jó az Úr. De vannak helyzetek, amikor semmit az égvilágon semmit nem fogsz érezni. De ki kell lépned hitben. És cselekedned kell. És cselekedned kell. Szóval, lehet, hogy még soha nem ízlelted, és nem érezted, és nem láttad. Tudjátok, számomra egyik kedvenc történet, amikor Dávid, mielőtt harcolna Góliáttal, azt mondja a királynak, Saulnak, hogy a te szolgád pásztor. És amikor jött az oroszlán, vagy a medve, Isten megsegített. És Isten meg fog segíteni ezzel a pogány Góliáttal, filiszteussal szemben is. Szóval, ha nem eszel, az a te bűned. Az a te bűned. De van egy jó híre. Semmihez nem fogható. Az Isten szeretete, szabadítása, kegyelme, irgalma, és mindazok benne. Nézzük azokat a gondolatokat, amelyek itt vannak Máté evangéliumának 28. részében. Mi az, amit meg kell látnunk és hallanunk ebben az ige szakaszban? Sokszor imádkozom azért, hogy Uram, adj látó szemeket, halló füleket és nyitott szívet. Mert mind az ószövetségi proféciában, Ézsaiásnál, mind a Máté evangéliumában, mind később, szinte ezzel fejeződik be az apostolok cselekedete, vagyis a Szent Szellem cselekedete az apostolok által, talán sokan emlékeztek még Nyári bácsira. Akkor jöttünk ide a gyülekezetbe, akkor tértem meg. Ő volt a pásztorom, akitől sok-sok mindent megtanultam fiatal emberként. És ő elmondta nagyon sokszor, nem, ez nem az apostolok cselekedete, ez a Szent Szellem cselekedete az apostolok által. Csak mindig azt mondta nekem, két dolog van, amiben teljes mértékben 100%-ig biztos kell, hogy legyen. Az egyik az elhívásod, hogy Istentől van, és ő hívott el arra az oldalra, másik a házasságot. Köszönöm, Uram, a hitelőket. Azokat a pásztorokat, akik segítettek és tanácsoltak. Legyen áldott az ő emléke. Szóval, amikor azt mondja Ézsaiás proféciája, hogy amikor az ember berúgja a fülét, becsukja a szemét, és elfordul, megkeményedik a szíve, nem fog megtérni, és nem fog meggyógyulni. Ez van Ézsaiás könyvének 6. részében a 8-tól a 10. versig. És ez az, ami megismétlődik kétszer is az Új Szövetségben. Az egyik a Máté 13, 14, 15, és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a népszíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
Van néhány dolog, amit ma Isten a szívedre akar helyezni, hogy átéld, megtapasztald azt, hogy ő veled van minden nap a világ végezetéig. De ahhoz, nyisd ki a szemed. Ahhoz, légy figyelmes, és tárd ki a szíved, hogy Isten megértse. Tudjátok, csak a jó földbe hullott mag terem 30, 60, sőt 100-ig. Csak a jó földbe hullott mag. Az út fél, az értetlenség, a kövek és a tövisek, az élet gondja, a gazdagság, az üldöztetés, a nyomorúság, ezek mind-mind megfojtják, megölik, tönkre teszik az igét. Szóval, hogyha te szeretnéd átélni és megtapasztalni az ige valóságát, akkor tedd a terhedet az Úrra. És mondd el most magadnak, Uram, jövök a terhemmel, jövök a keserűségemmel, jövök a fájdalommal, a megélhetés gondjával, a küszködésemmel, a félelmeimmel, a szorongató érzésekkel, jövök, mert ezek megfojtják az igét. Nem lesz 30-60 százalék. Jövök hozzád. Az első. Helyeden vagy. Azt olvasom a Máté 28-16-os versben, a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Sokan azt mondják, én nem találkoztam az Úrral. Annyi történet, annyi kijelentés van az evangéliumban, a Bibliában, az Ó és Új Szövetségben arra nézve, amikor Isten hív valamire, találkozni akar az ember meg pont ellenkezőleg megy. Csak egy tipikus példa, Jónás. Azt mondja Isten neki, menj Ninivébe, mert elvész. S prédikál, csak ennyit kell mondod, 40 nap és Ninive elvész. És Jónás pont az ellenkező irányba fut. És amikor már a cethal és minden egyéb összejön az életében, mert a saját élete a tét, akkor már tud imádkozni. Tudjátok, mennyi ilyen emberrel találkoztam már? Hogy amikor a saját életéről van szó, akkor esetleg imádkozik egyébként. És akkor is Jónás bemegy Ninivébe, bemegy egy napi járóföldbe, 40 nap és Ninive elvész és kiszalad belőle. Isten felhasználja azt a mondatot, és megtérni vele. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte. Amikor Dávid megfogalmazza Isten mindenhatóságáról, jelenlétéről a 139. Zsoltárt, azt mondja, hova fussak a te lelked elől? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak kazájára feküdnék, ott vagy. Ha tenger túlsó partjára mennék, a helyedet vagy. A helyeden vagy. Mert ha a helyeden vagy, akkor fogsz találkozni Jézussal. Annyira világos, annyira egyértelmű, azt mondta Jézus, jöjjetek oda, arra a helyre, arra a hegyre, a helyeden vagy. A második dolog. Döbbenet az, amit leír a 17-es vers, Máté evangélium a 28. részében. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Kétség és kételkedés. Mit is jelent ez a szó? Kétség. Kételkedés. Ahogy néztem a különböző ilyen etimológiai szótárban, meg mindabban, ami az eredeti szöveg jelentésében van, annyira lesokkolt ez a dolog. Igazából kifejezni egy szóval nem is lehet. Csak egy hosszabb gondolatsorral lehet igazán kifejezni, hogy mi is a kételkedés. De az, ami itt van, a Máté 28-ban, ez, és ennek a szinonimái többször előfordulnak, de a Máté 14-ben van egy nagyon érdekes történet. Amikor a hajóban ott vannak a tanítványok, Jézus a tengeren jár, a Galileai tengeren, és Péter azt mondja, hogy Uram, én is szeretnék itt lovagolni. Parancsold meg, hogy oda menjek. Gyere. És meg működik is. Csak Péter elkezd figyelni a szélre és a hullámokra.
És elkezd süllyedni. Elkezd süllyedni. És azt mondja a Biblia, hogy felkiált. Uram, ments meg! Azt mondja neki Jézus, megragadja. Nem hagyja, hogy még igyon egy pár liter vizet, és a tüdője megterjen vízzel, nem, megragadja azonban. De rögtön helyre állítja, és azt mondja, kicsindítő, kételkedsz, kételkedsz. Figyeljetek, néhány megfogalmazás, ami nagyon megérintett engem, mert a kételkedés kifejezések segítségével lehet visszaadni. Például, lehet, hogy nem annak nevezett, de biztos van több megoldás. Ó, én meg vagyok győződve. Biztos, hogy van több megoldás. Tudod, mi ez? Kételkedés. Következő. Aha, én nem kételkedem, de előbb végig kell gondolnom. Előbb végig kell gondolnom. El kell gondolkodnom rajta. Én nem vagyok kételkedő, csak egy kicsit hiszem. Hát a Biblia azt mondja, kis hit, hát bőven elég, nem? Hát én nem vagyok kételkedő, dehogy is! Csak éppen nem vagyok biztos benne. Ezek mind a kételkedésnek a szavai. Nem vagyok biztos benne. Meg kell gondolnom a szívemben, meg kell beszélnem a szívemmel. Csak egy kicsit hiszek, el kell gondolkodom rajta, több megoldás létezik. Több forgatókönyv van. Ha az egyik nem jön be, jön a másik. Kételkedés. És hogy mennyire így van ez, figyeljétek csak, az ige számtalan kijelentéssel bír. Ez csak néhány példa. Mátétól egészen a Júdás leveléig. Igen, nem, talán? Ezek mind a kételkedés igény. Csak hadd olvassak belőle. Jézus így válaszolt nékik, bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek. És szinte mindegyik versben benne van az előbbiekben, kicsinyítő miért kételkedsz. Vagyis amikor nincs elég hited, akkor jön a kételkedés, és mindent meg fog tenni, hogy még kisebb legyen a hited, vagy éppen elhaljon. Ha van hited, és nem kételkedsz, nem csak a fügefával tudod megtenni, mert mi történt? Jézus arra egy helyen ment, és ott volt a útszélén egy fügefa, szedni akart róla a gyümölcsöt, és nem volt rajta, és azt mondta, ne legyen rajta többé gyümölcs. Azonnal kiszáll, mondja a Biblia egyik helyén. Azonnal. Tanítványoknak meg leesett az álla. És erre mondja Jézus, ha van hited, és nem kételkedsz, akkor nem csak a fügefa fog így járni. Akkor működik az imádság, a kiáltás. A Róma 4 kedvenc történetem, Ábrahám hite. Amikor Ábrahámot kihívja Isten, és azt mondja, nézd fel az égre, és számold meg a csillagokat. Egy hete Pécelen a Kármel pünkösdi gyülekezetben szolgáltam, ott elmondtam ezt a történetet, de itt is szeretném megosztani veletek. Mert nagyon sok ember úgy gondolja, jaj, nem szabad rá gondolni, mert be fog következni. Nem is mondom ki, mert be fog következni. De sok varázsló van. Nem. A római levél 4. részében azt mondja a 18. versben, reménység ellenére is reménykedve hitte. Mert Isten egy olyan dolgot jelentett ki, ami fizikailag lehetetlen. 100 esztendős volt Ábrahám, a felesége meg soha nem volt termékeny, meddő volt mindig is. Hogy lesz ebből utód? Emberileg sehogy. Emberileg sehogy. És mi történik? Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját test és sáraméhe is elhalt. Vagyis amikor a körülményeit körbevesznek, és azon elgondolkodsz, azon nincs baj. Nem úgy gondolj rá, mert bekövetkezik. Ha már ott vagy és benne vagy, akkor mit fog abból bekövetkezni, ha már bekövetkezik? Nem? Nem ezzel van baj. Azzal van a baj, ha mindig csak erről, ezen jártatod az elmédet. Csak ezt foglalkoztat, csak ezt tölti be a szívedet. Minden nap, minden perc, minden pillanat, minden óra.
Ha csak erre tudsz gondolni. És csak ez van, nincs más. És nézzétek meg, Ábrahám szívében is volt kételkedés. Vagyis próbálkozott a kételkedés, nem volt kételkedés. Mert Isten ígéreteit nem vonta, mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül. Sőt, megerősödött hitében, dicsőséget adva Istennek. Itt is benne van a kételkedés. A hitetlenség és a kételkedés édes testvére. Együtt jár. Szóval, nem probléma, hogy végig gondoltad a valóságot. De számíts azokkal a dolgokkal is, amik nem láthatóak. Mert azok örökké vannak. És amikor jön a hitetlenség és a kételkedés, az mindig neki megy az Isten ígéreteinek. Nem vonta kétségbe hitetlenül az Isten beszédét, ez van az igében leírva, hanem megerősödött hitében, amikor dicsért az Isten. Júdás levelét szeretném még említeni, a többit majd olvassátok el, mindegyik annyira fantasztikus kijelentés és kinyilatkoztatás. Azt mondja, Jakabot folytatom, nem a Júdást, mert azt nem szeretném kihagyni, Jakab levele első része. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérje. De hittel kérje, nem kételkedve. Mert semmit nem fog kapni. És a Júdás 1:20 arról beszél, amikor nem te vagy a kételkedés mocsorában és a csüggedésben, hanem a fele barátod. Megérdemli. Még tudod a márka nevet is. Megérdemli. Figyeljetek, azt írja Júdás. Ti azonban, szeretteim, olvasom a 20. verstől. Épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre, könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, amikor mi is benne vagyunk a kételkedésben. Ó, több megoldásom van csak. Csak kicsi hitem van. De amikor a másik kételkedik, megérdemli. Nem. Azt mondom, ez így a Júdás 1:22. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Helyeden vagy? Nem baj, ha van kételkedés, tagad meg. Mert a kételkedés megöli a hitet. A kételkedés és a hitetlenség édes testvére. A harmadik dolog. Amikor Jézus látja az ő szívüket, nem azt mondja, gyerekek, térjetek már meg. Álljatok helyre, majd gyertek vissza. Számtalan ilyen történet van a Bibliában, és nagyon szeretem. Például azt a történetet, amikor az apa oda viszi a beteg gyermekét, és Jézus a megdicsőülés hegyén van, és lejön a hegyről, a tanítványok már próbálkoztak mindent, azok a tanítványok, akik hatalmat kaptak, mert kiküldte Jézus őket, és hatalmat adott nekik, és működtek a dolgok, és örömmel jönnek vissza, és azt mondják, hogy halottak támadnak, leprások tisztulnak, az evangélium hirdettetik. És ezek a tanítványok nem tudnak mit csinálni annak az apának a beteg gyermekével, és amikor Jézus lejön a helyről, oda megy az apa a fiával, és azt mondja, ha neked valami lehetséges, segíts. És azt mondja Jézus, hát minden lehetséges annak, aki hisz. Csak ez az apa azt mondja, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemben. Mennyire kétségben volt esve? Hát mennyiszer halálos pillanatokban volt a gyermeke? Hát persze, hogy kételkedés volt a szívében, nem volt hit benne, akart hinni, és Jézus megjavítja, ott abban a pillanatban. Pedig azt mondta, minden lehetséges annak, aki hisz.
hiszek létségítségül a hitetlenségemben. Tehát vannak ilyen helyzetek, amikor Jézus látja a küszködéseinket, látja és tisztában van. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod. És mit mond Jézus? Azt mondja, nekem adatot minden hatalom. Övé minden hatalom. Szóval azért kell a helyeden legyél, mert kell találkoznod ezzel a Jézus Krisztussal, akire nézve és érted teremtetett minden. Minden ő benne áll fel. Akár láthatók, akár láthatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak. Minden ránézve teremtetett. És minden az ő kezében van. Nagyon szeretem a Krisztus himnuszt, ez a Filippi 2. Amikor azt mondja az 5. versről, hogy azon indulat legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban volt. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, dicsőségéről lemondott szolgai formát vett fel, és emberré lett valóságosan és magatartásában is embernek bizonyult, és azt mondja a Szentírás, hogy felmagasztalta Isten mindenek fölé. Most olyan nevet adott neki, amely minden névnél nagyobb. Jézusnak olyan neve, olyan hatalma van, amire azt mondja Isten, minden névnél nagyobb. Szóval, amikor Jézus ezt mondja, ott a megdicsülés hegyénél a tanítványoknak, hogy nekem adatot minden hatalom, ez tényleg így van. És úgy fejeződik be a Filippi 2.10.11, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, a mennyeieké, a földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, mondjuk csak elég, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Amen. Helyeden vagy? Nem baj, ha egy olyan állapot van még az életedben, amikor még kétségek vannak, vagy kételkedések vannak. Van egy jó hírem. Azt mondja a Korintusi 2. levél 5. részében Pál, így írja, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Lehiporlak, de nem pusztulunk el. Igaz, cserébe lények vagyunk. Miért? Hogy azt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem adnak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. És az utolsó dolog, amit szeretnék a szívedre helyezni, az, ahogy tanítványoz és tanít. Mert azt mondja itt az ige, Máté 28.19.20-ban, hogy amit én tanítottam néktek, azt adjátok tovább. Azért raktam ide egy ilyen tanulós képet, egy osztályképet, egy részletet, mert mindig elém jön az, amikor tanárként tanítom a gyerekeket. Tudjátok, informatikát tanítok. Ez egy olyan terület, amin mindig tanul az ember, és mindig fejlődik. Nem úgy, mint a Pitagorász tétel, 2000 év múlva is ugyanaz lesz, ha csak addig vissza nem jön Jézus. De azért az informatikában változás van. Néhány hete megkerestem egy gyakorló feladatokat készítő weboldalt, akik azzal foglalkoznak, hogy gyerekeknek segítenek interaktív feladatsorokat készíteni, oktató programokat, és van matematika, magyar, történelem, nyelvi, modulok, minden egyéb, és írtam nekik, hogy informatikából nem szeretnétek valamit készíteni? Rögtön jött visszaválasz, kizárt dolog. Kizárt dolog. Annyira változik, és olyan változó, hogy nincs értelme. Na, és képzeljétek el, több mint 20 éve tanítok már, és a legtöbbet abban tanultam, amikor egy-egy feladat, oda kellett menni a gyerekekhez, készítettek valamilyen feladatot egy programba, és mutatja nekem, hogy nem működik. Nem olyan, mint amit én csináltam a táblán, vagy éppen bemutattam mindenkinek a kivetítőt. Teljesen más. Na, ez feladat. Többet tanultam a több mint 24 év alatt azzal, hogy rájöttem, és Isten megmutatta egy-egy helyzetben, hogy mi az, amit elmondottak, és az annyira jól esik. Amikor látják a gyerekek, hogy nem csak beszélsz, mert ma nagyon sokan beszélnek, tanítanak.
csak éppen a gyakorlat egész más mutat. És ez az, amit szeretnék ma utolsó gondolatképpen a szívedre helyezni. Mert erről szól ez az ige. Nem azt mondja Jézus, hogy ezt és ezt tanítsátok, hanem azt mondja Jézus a tanítványok, amit nektek tanítottam, amit nektek, amit ti magatok megtanultatok, ami ti, a te életedben ott van gyakorlatként, na ez hathatós. Nem elég, hogy egy-egy igeverset elmondunk, megosztunk, ha az ott van az életedben, és az működik az életedben, annál erőteljesebb. Nincs, mert ez működik. És ez az, amire azt mondja, hogy ez működik. Még egy dolog. Korintusi második levél, harmadik, első része. Tehát amikor csődöt mondasz egy-egy helyzetben, semmi baj. Semmi baj. Mert Isten ott van. Csak emeld fel a kezed. Ragad le. Isten leül, érted? Tudod miért? Mert amikor Isten helyreállít egy-egy próbában, egy-egy bukásból kihoz, az fel fogja használni mások felé való szolgálatban. Ez a gyakorlat. Megtanulunk dolgokat elméletben, aztán kimegyünk a hétköznapokba, és jönnek a küzdelmek és a harcok, a bukások, és fölváltad a kezedet, Uram, segíts, légy irgalmas. És helyreállít, megszabadít, és tudsz menni másoknak szolgálni azokkal a dolgokkal. Figyeld! Nagyon szeretem ezeket az igéket. 2 Korintus 1, 3, 4. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Dicsőség érte. És azt mondja Jézus, veletek vagyok minden nap, a világ végezetés. De ahhoz, hogy ezt hallják a tanítványok, el kellett menni arra a helyre. A helyükön kellett, hogy legyenek. Mert találkozhattak Jézussal. Jézus tisztában volt a kételkedésükkel, a hitetlenségükkel, mert a kételkedés és a hitetlenség édes testvére. Mindegy, hogy magyarázod a bizonyítványodat. Hogy fejezed ki, hogy szebb, vagy retusálod, hogy jobban nézzen ki, jobban eladható legyen, és jobban elfogadható legyen. Isten már elfogadott. Amikor még bűnösök voltunk, már akkor elfogadok. Nem kell nekünk megvizsgálni. Ahogy vagyok, úgy jöhet. Szóval légy a helyedre. Tagadd meg a kételkedést és a hiteklenséget. Tapasztald meg, hogy Isten fölnáll. Helyreáll. Legyen nyilvánvalóvá, hogy Isten azokat a dolgokat, amiken átmentél, nem csak elméleti tudással akar felruházni, hanem gyakorlattal. Tehát amikor kimentek ebből az imaházból, ne feledjétek. Ott az ellenség az ajtó előtt áll, rád várjuk. Jó, azt mondjuk, akkor nem fog kimenni. Majd hátul. Ott is ott van. Jó? Tehát ne feledjétek el, hogy a bűn az ajtód előtt áll, rád várjódik, de te uralkodhatsz rajta. És Isten azt akarja, hogy ne csupán egy elméleti keresztények legyünk, akik tudjuk a zsoltárokat, tudjuk a hitvallásunkat, tudjuk a vasárnapi istentiszteleti menetrendünket, még azt is tudjuk, hogy mikor lesz kedden, és szerdán istentisztelet, mert elhangzott a, hogy hívják, hogy össze ne tévesztétek, mert az egyik 4 óra, másik 6 óra. Szóval tudtak mindent, és sok-sok mindent, de legyen gyakorlat a hétköznapok. Mert én ezt tapasztaltam nem csupán a tanítási pályámon, hogy annál erőteljesebb tanítás, hogy oda mégy és megmutatod, hogy a gyakorlatban hogy működik, nincs. És a világ fiai szóvárokon várják az Isten fiait. Azok, akik nem csak beszélik, hanem cselekszik.
és megélik. Imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönöm neked ezt a mai délelőtöt. Köszönöm, hogy te megígérted, hogy velünk vagy a világ végezetéig minden nap. És köszönöm, hogy ez nem csupán egy-egy embernek a kiváltsága, hanem valamennyünknek a kiváltságunk. És köszönöm azokat az igazságokat, amelyekben tanítottál ma. Ó, Uram, bárcsak meglátnánk és megértenénk, és nem összekuporodnánk, amikor egy-egy bukás van az életünkben, hanem fölemelnénk a kezünket, hogy kiemelj, hogy megszabadíts, hogy aztán megújulva, megszabadulva tudjuk szolgálni Jézus dicsőségére. Amen.